sírva aludtam el, és hogy csak ez járt a fejemben, hogy akkor nem fogom hallani felsírni a kislányomat. Egészséges várandóság volt, természetes szülésre készültem. Nyilván ez benne volt a pakliba, hogy a császárral is kell számolnom. A szülésznőgyógyász mondta, hogy majd jön egy anesteziológus is beszélni velem. Legközelebb már a beteghordó jött be, és akkor mondta, hogy akkor megyünk a műtőbe. Fél szavakból meghallottam a hátam mögül, hogy altatás. És akkor arra úgy felkaptam a fejem, hogy hát mi az, hogy altatás, és akkor ott elkezdtem kérdezgetni, odalépett hozzám egy hölgy, és akkor ő mondta, hogy azért altatás lesz, mert volt egy korábbi betegségem, illetve műtétem, amiatt nem ajánlott a gerincérzéstelenítés. Amivel nyilván nem tudtam vitatkozni, mert hát ő volt ő az orvos, de ez hideg zuhanyként ért akkor ott a műtőben. A MUNI ugye elsősorban a tájékoztatáshoz való jogról szól, az orvos-beteg közötti kommunikációról, arról, hogy megkapja a megfelelő tájékoztatást, arról, hogy éppen mi történik vele, mi fog vele történni, és miért történnek dolgok vele, beavatkozások a kórházi tartózkodása során. Sírva aludtam el, és hogy csak ez járt a fejemben, hogy akkor nem fogom hallani felsírni a kislányomat. Elaludtam nagy hassal, és akkor felébredtem úgy, hogy már ugye nem egy testben vagyunk a kislányommal, és ez így nagyon-nagyon rossz élményként maradt meg. Az altatást is el tudtam volna fogadni, csak tényleg ez kellett volna, hogy ezt közöljék, és akkor legyen egy lehetőségem ezt feldolgozni, meg felkészülni rá. Hogy az önrendelkezési jogunkat gyakorolhassuk, megfelelő tájékoztatásra van szükségünk. Hogyha egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, érzelmileg felfokozott állapotban, akkor ezt érzékelnie kell az orvosnak, és figyelembe kell vennie. Lehet, hogy egy picit lassabban megy a megértése, elfogadása az információnak, de lehet úgy kommunikálni, hogy megértse, elfogadja a beteg az információt. Tulajdonképpen ez az ügy lényege. Olyan 4-5 hónapos volt, amikor elkezdtem ezzel jobban foglalkozni, mert nem hagyott nyugodni, meg akkor kezdett így visszajönni. Igen. Egyre többször, hogy ez nagyon nem volt így jó, és nagyon rosszul éreztem magam tőle. És én akkor már a kórháznak egyébként írtam egy panasz levelet teljesen egyedül, amit hát lesöpörtek úgymond az asztalról, tehát nagyjából az volt a lényeg, hogy örüljünk, hogy egészségesek vagyunk, és hogy ők mindent jól csináltak, és akkor úgy döntöttem, hogy tovább megyek az orvosi kamarához, közben kerestem meg párhuzamosan a TASZ-t. Úgy voltam vele, hogy ha már belekezdtem, akkor most már végigcsinálom, és akkor még bevállalom azt, hogy még a bíróságon is elmondjam a történetem. Így kerültünk a bíróságra. Egy szuper ügyvéddel szerintem, aki így abszolút érezte, meg értette, hogy miről van szó, és nagyon egy hullámhosszon voltunk, és szerintem nagyon jól képviselte az ügyet. A másodfokú tárgyalás majdnem napra pontosan 5 évvel a gyerek születése után volt, 5 évvel az események után pont került a végére. Úgyhogy ez így emlékezetes marad emiatt. Móni ugye arra is felhívja a figyelmet, hogy a teljes körű tájékoztatáshoz akkor is joga van a betegnek, a kismamának, ha az önrendelkezési jogát nem gyakorolhatja, ha nem dönthet a beavatkozásról. Ezt mondta ki a bíróság, hogy a Móninak a kórház megsértette a tájékoztatáshoz fűződő jogát. Nem volt megfelelő az, hogy ő a műtőszobában értesült arról, hogy a császármetszése altatásban történik, és nem helyi érzéstelenítéssel. Így neki nem lehetett közvetlen és első élménye a szüléséről, ami
traumához vezetett. A kórház azonban nem fogadta el a bíróság ítéletét, és úgy döntött, hogy a kúriához fordul. Ebben az eljárásban természetesen továbbra is képviseljük Mónit, és kiállunk Móni igaza mellett. Sokat foglalkoztam én ennek a feldolgozásával, szóval nem ettől fog most bennem minden megváltozni, hanem én ezen nagyon sokat dolgoztam, hogy ezt helyre tudjam tenni, és végül is mondhatom, hogy jó a vége, mert hogy tudtam ebből emelkedni, ebből a szituációból, és nem húzta le az életem, de tényleg ehhez nagyon sok munka kellett, és feldolgozó csoportok, és sok-sok munka, hogy ez helyreálljon a szóval, hogy helyreálljon a lelkemben, és hogy remélem, hogy a TASZ ezzel tovább tud dolgozni, és akkor fog javulni ez a szülészeti ellátás, és majd az én kislányomnak már nem kell ilyenen keresztül mennie.